Magyarország kormánya korábban már meghirdetett egy oltási akcióhetet, az igen lassan növekvő átoltottsági adatok miatt pedig újra meghirdették azt november 22-i kezdettel. Ahogy a koronavírus.gov.hu weboldalon olvasható, Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban az első három nap eredményeit összegezte. 388 ezeren jöttek el oltásra, ebből 48 ezeren az első oltás lehetőségével éltek, 319 ezeren pedig a megerősítő harmadik oltást vették fel. Nagyon nagy siker az oltási hét, és ezzel a sikerrel életeket menthetünk meg. Az oltás hatása most már a tapasztalatok szerint az idő múlásával csökken, ezért mindenkinek nagyon fontos, aki már alapimmunizálásban részesült, hogy eljöjjön a harmadik oltásért, ezáltal ismét 80-90%-os védettséget nyerhet. Reggel 7-től este 7-ig van lehetőség előzetes regisztráció és bejelentkezés nélkül felvenni a védőoltást a kijelölt kórházi oltópontokon, de több házi orvosi praxis is részt vesz az akcióban. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban adott interjújában bejelentette, látva a magas részvételi arányt, még egy héttel meghosszabbítják a szóban forgó lehetőséget változatlan konstrukciókkal. Így aki ezen a héten nem élt a lehetőséggel, az ezt még a jövő héten is bepótolhatja. Stábunk csütörtökön kilátogatott a Makói kórháznál található oltópontra, ahol megkérdeztünk néhány polgárt arról, hogy miért tartja fontosnak a vakcinációt és hogyan viszonyul az akcióhéthez. Tapasztalataink szerint nagyon sokan már a megerősítő oltást vették fel. Bízok benne, hogy hát megjavulunk, vagy valami. A harmadikra jöttem. Eddig milyen fajtát kapott? A Pfizert. Ezt most azt szeretném, mert voltam a doktornőn is, a körzetinél, hogy a harmadikat is ugyanazt kéne, hogy fölvenni. Már a harmadik oltásra jöttünk, de nem volt egyik se. Remélem, hogy ezzel se lesz. Miért tartják fontosnak a védőoltást? Hát az egészségünk miatt, meg mások egészsége is számít. Mit gondol az oltáson? Miért tartotta fontosnak, hogy felvegye? Hát, ez biztos szükséges. Nem tudjunk mást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője kiemelte, a kormány várja az Európai Gyógyszerügynökség ajánlását az 5-11 éves korosztály oldhatóságáról, és ha a Pfizer vakcinája megkapja az engedélyt, Magyarország készen fog állni arra, hogy elkezdődjön az oltási program abban a korosztályban is. Galgóczi Ágnes közölte, elegendő vakcina áll rendelkezésre, Magyarország a gyerekeknek külön lekötött oltóanyaggal rendelkezik.